Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban két kitet szeretnék nektek bemutatni, illetve én magam is megnézni, ugyanis még nem láttam őket. Január 18-a körül jelentek meg, hogyha jól tudom, az egyik az a Goat Galore kit, a másik pedig a Castle Estate, talán. Nem tudom, hogy kell őket mondani, de reméljük, hogy jó volt. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyenek. A gótus is nagyon tetszik, így első ránézésre, meg hát ugye ezt nagyon-nagyon vártam, az ilyen középkori dolgot, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik vannak benne, nézzük meg őket. Először ezt a gótusat fogjuk megnézni, mert ezt a karakterkészítőbe fogjuk tudni megnézni, hiszen a másikat meg majd bent a játékba, mert az talán valami építős dolog. Így néznek ki az újdonságok. Most azt nézem, hogy milyen arányban vannak női és férfi dolgok. Vannak. Jó, gyerekruha nincs meg ilyenek, úgyhogy azt fogjuk megnézni a női és a férfit, és akkor elvileg abban mindenki fog derülni. Erünk, haj az nincs benne, ugye? Haj az szerintem nincs. Smink van benne, ékszer, meg ruha. Igen. Jó, akkor nézzük meg. Leszettem a két kedvenc címemet, és akkor most rajtuk meg fogjuk nézni, milyen dolgok vannak ebben a kitben pontosan. Ha jól láttam, akkor ugye haj nem volt benne, de azért viccesen kedvéért megnézzük. Most már ugye ki lehet választani itt a kiteket. Az biztos, hogy volt benne valami fülbevaló, úgyhogy majd azt meg fogjuk nézni. Jó, itt nincs semmi. Itt volt. Csak a haját azt lehet, hogy meg kell változtatnom, hogy lehessen látni a fülét. Van egy nyaklánc, az így néz ki, meg a fülébe való, fülbe való ez, és akkor a nyakláncból elég sokféle szín van, van rózsaszín, vagy van ilyen színesben is. Nem is tudom, a rózsaszínnel milyen lenne. Na jó, a rózsaszín gót. Nem tudom, hogy van-e olyan. Most lesz. Várjunk. Adjunk neki valami olyan hajat, amivel azért látszik valamennyire a fölbe való. Mondjuk ezt. Így néz ki. Jó, hogy a másik oldala más, olyan. Aha. Szóval ilyen felemás. És nézem, milyen színekben van, akkor gondolom ez is van a rózsaszínben. Van. Van ilyen mindenféle színben is, meg fekete, aranyszínű is van. Az is jól néz ki az arany, amúgy. Sajta adjam rózsaszínben, csak kíváncsi vagyok, hogy a többi rózsaszínben is van a rózsaszínben, hogyha már. Nézzük, ja, smink, azt nem néztem meg tényleg, sminkeket. Pedig ott van, voltak érdekes dolgok. Ez a három van, van egyszer ez, hú, az jó sötét. Mármint, oké, hogy sötét, csak egy szempillája nem látszik tőle, bár ugye ez ilyen custom content szempilla, úgyhogy lehet, hogy az eredeti, hát szerintem azt látszolna. Úgy nem néz ki rosszul. És akkor ez a rúzs hozzá. Hát, én amúgy nem annyira szeretem ezeket a rúzsokat, ahol itt most lehet, hogy a szája miatt, mert lehet, hogy kiválasztottam valami egyedi szájat, vagy nem tudom, de ugye vannak ilyen előre készített szájak, és lehet, hogy olyat raktam rá, bár nem hiszem, mert ő nagyon régi karakterem. És amiatt van, hogy ennyire fura a széle, de ez egy kicsit furcsán néz ki. Viszont attól függetlenül jól néz ki. Némelyik színben. Például ebben egészen jó. Nem rossz. Nem tudom, hogy mi okozza, hogy a széleken egy kis olyan furcsa, de lehet, hogy tényleg a szája, és az nem a smink hibája. Próbáljuk meg egy világosat rajta. Hát legyen akkor már ilyen sötét. És akkor van még ez is. És van rúzs. Mert meg akkor nem tudom, hogy ez mi. Mi akar lenni, miért van rózsaszínben? Azt hiszem, hogy van fehér is, itt nincs semmi. Feketében van.
fehérben nincs. Hát ugye itt azért lehet változtatgatni, vagy nem? Vagy nem? Azt hittem. De így akkor több szín is van. Meg hát gondolom, hogyha fölviszem teljesen a... akkor lesz fehér is. Tehát van fehér, elő lehet hozni, csak alapvetően nincs belőle. Mert nem tudom, hogy ki akar fehéret használni, lehet inkább feketébe van értelme. Nézzük meg akkor most már ruhákat, felső részek. Hú, ebből egész sok van. Egész sok felső részünk van. Itt is ugyanaz a színpaletta, ahogy látom, de mindenből van azért rózsaszín is, hogyha valaki rózsaszín gót szeretne lenni. Ráteszek gyorsan egy másik nadrágot, ez az első nadrág, csak hogy jobban meg tudjuk nézni a felsőt. Az ékszereket most leszedem. Így néz ki a felső. Talán a nyakláncot is leszedem, és akkor még jobban meg tudjuk nézni. Sőt, a haját is akkor megpróbálom hátra dobni. Hú, ez nagyon tetszik amúgy ez a felső. De jó, és ilyen különböző, ahogy mész a színeken, ilyen különböző mintája lesz. Tehát, mint hogyha másik felső lenne. De érdekes, az nagyon tetszik. De szerintem nem csak ilyen gót karaktereket lehet készíteni, hanem akár, hogyha, mit tudom én, ilyen titkos ügynök, vagy valami, meg annak is tök jól néz ki, főleg ez a bőrkabát. Hú, ez nagyon tetszik. Hú, ez nagyon tetszik. Nagyon jól néz ki ez a bőrkabát. Ezért már megérte ezt a kiegészítőt megvenni, mert ez nagyon jól néz ki. És van rózsaszínben is. Mert miért ne? Mindenből van rózsaszín. Kifejezetten olyan készítette ezt a kitet, aki hasonló, mint én, mert rózsaszín meg fekete a kettő, amit nagyon szeretek. És mindenből van rózsaszín meg fekete is. Nekem ez kifejezetten jó. Aztán van egy ilyen, ez hát nem is tudom, mondható egy gótnak. Nem tudom, milyen különbség amúgy ezek között, a stílusok között, leharagudjatok meg, de nagyon tetszenek ezek. És akkor persze, ebből is van rózsaszín. Milyen lenne? Meg van ilyen de jól. Ez Bonhilda itt rajta, hogyha jól látom. Igen, és akkor van egy ilyen is. Nagyon tetszik. Komolyan mondom, már így a fejemben jön egy ilyen sztori, amihez fel tudnám ezeket használni. Van is egy, amihez nagyon jó lenne. De jó az ilyen. Szerintem még ilyen szuperhős ruhának is teljesen jól elmenne ezzel a pókossal. Pókhálós. Igen. De jól néz ki ez a rózsaszín. Ez nagyon tetszik. Ezt simán el tudnám képzelni, hogy így visel is. Lehet, hogy amúgy jobban tetszene, hogyha ez a része fehér lenne, mert úgy jobban összeillene a felső, meg úgy talán egy jobban viselhető darab lenne, csak úgy a hétköznapokon, hogyha nem kifejezetten gótnak szeretnéd a karaktert. Ez most nagyon sok helyen látom, hogy az ilyen divatos, hogy itt van az ujjánál még egy kis anyag a ruhából. Nem tudom, ezt minek hívják, de nagyon jól néz ki. Igen, szóval ez nekem tele jobban teszene, hogyha ez fehérben lenne, lehet, hogy majd megcsinálom a custom contentbe, és akkor lesz olyan is. Van ez, de ez is mennyire jó. Ez nagyon jó. Az olyan, mintha az Assassin's Creed-be jött volna, vagy nem tudom. De tényleg olyan. Igen. Van pirosban is. Piros is nagyon tetszik. Nem olyan, hogy a fiúknál is van ez, mert ez nagyon tetszik. A fiúknak is szerintem kifejezetten jó lenne. Van egy ilyen is. És akkor gondolom ez is van, hát hogy lenne rózsaszínben is. Várjunk, ez így meg teljesen más lesz. Ez nagyon jól néz ki. Mondjuk az az egy hátrány annak, hogy így összepakolni stílusokat, hogyha keresel ilyet, akkor nem tudod, hogy hol keresd, mert például itt van benne egy ilyen nagyon menő felső, ami ilyen pókhálós, meg minden, és hogyha ezt látod, akkor nem biztos észedbe jut, hogy az itt van. Ha csak nem ismered nagyon-nagyon jól a játékot.
Nagyon tetszenek ezek, talán ezt tetszett ebből a legjobban, úgyhogy akkor nézzük meg ehhez az alsó részeket. Mondom, itt is hasonló színpaletták vannak, bár lehet, hogy érdemes végig kattingatni, hogy van-e más fazon a nadrágokból, bár ott nem hiszem. És akkor itt is visszajön ez a pókhálós minta is, meg a rózsaszín is, meg a fekete, meg a piros, ezek jönnek vissza. Ez nagyon tetszik ez a nadrág. De jó, hát nem is gondoltam, milyen jó cuccok lesznek ebben a kiegészítőben. Nagyon tetszik. És akkor ez is van rózsaszín. De most nem komolyan össze lehetne rakni egy ilyen titkos ügynököt ebből a, hát ezzel a nadrággal, meg hogyha mondjuk ráadom ezt, szerintem simán elmegy. Jó, ez olyan smink az annyira nem. De a többi az teljesen jó, vagy akár valami akciós karakter. Igen, és akkor van még egy ilyen. Ebből is van piros is, meg a rózsaszín is. Ez a szoknya. Jól néz ki ez is. Lehet, hogy nem ezzel a felsővel. Aha, így. Szerintem így néz ki jól. És akkor ugye ezt megoldhatjuk rózsaszínben is. Ez a nadrág az utolsó. Szerintem egy teljesen hétköznapira is viselhet a darab, mert bár mondjuk szerintem inkább a fiú karaktereknek, de ebből is van rózsaszín. És akkor nézzük meg a kiegészítőket, mint hogyha az is lehet volna. De jó, ehhez viszont le kell cserélnem a felsőt. Ez nagyon menő, nagyon tetszik. Van egy ilyen kesztyű. Ami ugye az újaknál nincs. Ez is kifejezetten jó lenne ilyen szuperős titkos ügynök karakternek, most szerintem nagyon passzolna hozzá. Lehet, hogy nem ezzel a felsővel. Ehhez meg lehet, hogy már sok lenne. De ehhez így működik, mert így most úgy tette, hogy alárakta a felsőt, és akkor ezt fölé. És mondjuk akkor ezzel a nadrággal, és akkor nézzünk hozzá egy cipőt, szerintem nagyon menő néz ki a karakter. Az lehet az alter ego-ja a karakternek. Tényleg volt még itt valami, van itt még egy ilyen szegecses, nagyon tetszik, hogy szép 3D-sen meg van oldva, és nem csak rá van rajzolva, szegecses karkötő. Ebből is van rózsaszín. Fehér is van. Színes is van. Van mindenféle. Cipő. Még egyberuhák is vannak. Gyorsan megnézem a cipőket, csak ennek felejtsem, még az is van. Van ez. Na ez a szett így, ahogy van, nagyon tetszik. Illetve van egy ilyen nagyobb. Nekem ez jobban tetszik amúgy. Szerintem ez jobban néz ki. Bár mostanság divatosak ezek a nagyon magas talpú cipők is. Ebből is van egy rózsaszín is, fehér is, fekete. Itt annyi a különbség, hogy a csatok színe más. Ebből is van rózsaszín, ha valaki azt szereti. Nem néz ki rosszra, amúgy ez se. Egész jól néz ki vele a karakter. Mégül is tetszik ez is. És akkor nézzük meg még milyen egyberuhák vannak. Húha, ott már látok valami nagyon tetszett. Nem gondoltam, hogy ezek ilyen jól fognak kinézni. Nagyon tetszik. Van ez. Ez is mennyire jól néz ki. Nagyon jók ezek a ruhák is. Nagyon jól néz ki. Van ilyen sima feketében. Még el is tudnám képzelni úgy is, hogy mondjuk ez a rész nincs rajta. Csak ez. De így is nagyon tetszik. Kifejezetten jó ruha. És akkor van ez a másik. Ezt van egy kicsit lazább. Lehet, hogy ezt inkább a fiúknak találták ki, mert mindjárt megnézzük ott is.
Amúgy is nagyon szeretem, tényleg a fekete meg a rózsaszín, igaz, hogy lehet ütik egymást egy kicsit, de nekem ez a kettő kedvencem, és most itt annyira visszajön ez a kettő, nagyon tetszik. Na nézzük a fiúknál. Ugyanazok az ékszerek vannak. Sminkben ez van a fiúknál is. Igen, és akkor ez, amire mondtam, hogy ez lehet, hogy ott igazából nem láttuk, hogy itt van ilyen. Nem tudom, hogy micsoda dísz. Ez amúgy jobban tetszik. És akkor ugyanaz a két cipő van a fiúknak is. Szeretne akár a Matrixból is. Bőrcsekivel. Na, akkor nézzük meg a felső. Itt is van bőrcseki. Hú, de jó. Nagyon tetszik. Nézzük. Fogok hozzá neki a nadrágot addig. Nagyon tetszik. Mondom, emiatt a bőrcseki miatt megérte megvenni az egész kiegészítőt, mert annyira jól néz, hiszen ezt fogom használni. Nem is keveset. Még rajta is jól áll. Ez is amúgy nagyon tetszik. Imádom az ilyen kicsit emós fiú karaktereket lehetne belőle készíteni ezekből. Akár gót vagy nem gót, de kifejezetten imádom az ilyeneket, és nagyon tetszik ez a ruha. Van egy ilyenünk is. Szó-szó! Ezeket nem annyira szoktam használni, de van ilyenünk is. Meg van ez is. Aha. Érdekes valahogy a lányon jobban tette. Eltakarja a haját, meg nem tudom, valahogy itt nem az igazi. De lehet, hogy egy másik karakterem meg jól mutat. Rajta ezt tetszett a legjobban, szerintem meg. Igen, ez volt a legjobb. Viszont lehet, hogy most nem azt kéne ráraknom, mert akkor nem fog látszódni a nadrág. Hát olyat nem tudok rárakni, ami ilyen látszik. Vegyük le, nézzük meg a nadrágokat így. Van ugyanez a nadrág, ez is nagyon tetszik, szerintem kifejezetten jó a fiúknak. Meg van ez. Igen, hát gondoltam, hogy körülbelül ez a három van. Úgyhogy visszamegyünk ide. Leszedem most róla ezt a sminket, mert nekem egy kicsit túl sok hozzá. Most rajta hagyom ezt, meg ezt. Azt nem tudom, hogy leggings az akkor nem volt hozzá, ugye? Pedig az még tök jó lett volna, hogyha van. Mert hát most akkor, oké, jó, van itt néhány, amit rá lehet rakni, a vámpírosból például. De van-e olyan, ami tényleg jól passzol ezzel? Vagy csak simán, valami fekete. Ez nekem egy kicsit sok. Van a custom contentek, amit ugyan hozzá lehet rakni. Hét! Vagy egy sima fekete. Szerintem az igazából annyira nem fekete. Jobb lenne valami nagyon-nagyon fekete. Talán ebből van olyan. Mondjuk. Oké, szóval ez a gótos kiegészítő. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Szerintem kifejezetten megérte megvenni. Ez nyilván preferencia, hogy ki szeret ilyen karaktereket készíteni, meg ki az, akinek ezek nem annyira tetszenek. Nekem nagyon tetszenek, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt megvettem. És akkor most Jane-t fogom csak lerakni. Megnézzük a másik kiegészítőt is, a másik kitet. Miért van ilyen sötét reggel? Ezt nem tudom. Na mindegy. Nézzük meg, mik vannak ebben a kitben. Ha. Tehát igazából berendezési elemek azok nincsenek benne, hanem valószínűleg ebben így kb. Minden benne van. Nincs elég pénzem. Na, most már van elég pénzem. Nézzük, milyen színbe vegyük le. Ez nagyon tetszik. tudjátok, hogy én nagyon szeretem az ilyen középkori sírusú dolgokat, de hogy ez a szőnyeg, ez nem így nem van, ez biztos. Csak én a belerakták. Tehát ezt láttuk itt az előbb. Nem, akkor ez honnan van? De akkor ez most honnan került ide? Ez egy másik kiegészítőben van?
Ja. Ez base game. Amúgy, ez nem volt benne eddig a base game-be. De érdekes, akkor ezt így hozzáadták mindenkinek. Mert itt, hogyha ugye mindent nézzük, csak akkor csak ez a kettő van ebbe a kiegészítőbe. Ez, ami egy falból kijövő láma, vagy valami ilyesmi. Itt meg egy kép van, egy lovaggal. És akkor itt lehet ilyen címeres is. Ez tulajdonképpen egy címer. Akkor többféle színben van. Akkor ezen kívül itt vannak az újdonságok. Jobb, hogyha így nézzük meg, mert ott nem egyértelmű nekem, hogy mi tartozik ide. Tehát egyszer van ez a tapéta, ez van hozzá. De jó, nézzétek meg! Van olyan, hogy ilyen növények vannak közöttem, vagyis virágok. Ez nagyon tetszik, ezt még kertben is el tudnám képzelni, de jól néz ki. És akkor ebből csak ez az egy szín van, valószínűleg igen, mert a többiben nincsen virág. De jó tudni, hogy van belőle olyan, amiben van virág. És akkor a tapéta ott hogy volt? Gondolom, a tapétában azért nincs virág, vagy hát nem tudom. Nincs, de valami itt ezzel van. Ah, hát ez olyan sötét, hogy nem látszik. Hopp, de van. Van ilyen virágos. De jó, ez nagyon tetszik. Aztán ez a kapu hozzá, amihez van ez kicsi. Vagy nem tudom, miért nem engedte. Ja, nem engedi rárakni, mert itt belülről biztos van valami. Ezzel a játékkal ezzel csak csaláskóddal lehet beszélni, mert különben semmit nem lehet csinálni. Na, most már oda lehet rakni. Jó, és akkor nézzük meg, hogy a többi magassághoz is van. Igen, van. Jó, akkor most húzok ide egy plusz falat. És akkor itt van egy ilyen boltív. Nagyon néz ki, nagyon tetszik. De jó. És akkor itt egy ilyen kapu. Lehet, hogy komolyan kéne építenem egy várat ezzel a kiegészítővel. Írjátok meg nekem a kommentben, hogy készítsék-e ezzel a kiegészítővel egy várat, egy saját várat, amit majd fel fogunk használni az egyik valahol. Meglátjuk hol. Úgyis erre vártam, hogy ez a kiegészítő megjelenjen, mert a sorozatban, amit készítek, lenne egy jelenet, amihez kell valamilyen középkori vár. És erre vártam, de azért sokkal több dologra számítottam, így kiegészítő fronton, hogy sokkal több dolog lesz benne, mint amennyi benne van, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen lesz. Jól néz ki, ez is ilyen magas. Ha, és akkor ez a lámavára. Nem lehetne úgy, hogy jól néz ki, hogy kicsit ilyen koszos. Nem tudom, minek mondjam. Csak láma van. Fogd csinálni egy kiegészítőt, egy custom contentet, ahol itt valami más címe van. Vagyis nem tudom, hogy szerintetek ez miért egy láma? Nem mindegy. Szóval csinálok majd egy olyan verziót ebben, ahol valami más van ott. Tehát meg ki tudunk tenni a várra, akkor hogyha szeretnétek, vagy épp gondolom, hogy szeretnétek, mert szeretnétek, amikor építős videó van, úgyhogy... De akkor lehetne akár live-ban. Na, majd látjuk. Az még jobb lenne. Kéne nézegetnem ilyen várakat, hogy hogyan lenne érdemes megcsinálni, mert egyszer próbáltam, de nem jött össze sose. És akkor vannak ablakok, de az ilyen tündérmeséket is meg lehetne csinálni ezekből. Annyira jó, annyira tetszenek. Ahhoz is kifejezetten ilyen ablakok vannak, most, ha belegondoltok egy ilyen tündérmesénél. Nagyon tetszik. És akkor ezek a nagy ablakok, és akkor más méret nincs, tehát kifejezetten ez nagyra van. Úgyhogy érdemes nagy falakat, magas falakat építeni, mert ahhoz vannak ablakok. Aztán van egy lépcső. Oké.
Aha, ez azért néz ki jól, mert oldalról is ilyen kő. Aztán van még oszlop. De jól néz ki. Jól néz ki. Kár, hogy ezeket az oszlopokat nem lehet megvastagítani. Mennyivel jobban néz ki neki ez egy vastagabb. Ez a lépcsőhöz való korlát. Igen, és ilyen a kerítés is. Kétfajta kerítés van. Van ez, és ez ugyanolyan, mint a lépcső, meg van ez. Ami teljesen olyan, mint egy ilyen vár. Szerintem az a lóra, hogy kívülre rakt körbe a várhoz, és akkor ez meg így inkább előre választáshoz, vagy stb. Az oszlophoz tartozik egy ilyen ív, ami szintén hasonló stílusú, mint az összes többi, tehát mint a lépcső, meg egy kerítés. És akkor az ablakokból azt mondod, hogy nem néztem még meg valamit? Ha, igen, ez igaz. Akkor ez nem is. Ez a kicsi ablakok voltak. Akkor én azt rosszul láttam. És vannak ezek a kicsik. Ezek a nagyobbak. Ez is nagyon jól néz ki. Csak hát ugye az a gáz, hogy tök jó, hogy ezt megcsinálták, csak belülről. Most akkor használja az ember a többi kiegészítőt. Én örültem volna, hogyha adnak olyan dolgokat is, ami kifejezetten ilyen középkori stílusú, lerakható valami elemek, amiket lehet használni. Vannak a játékban, vannak, de kifejezetten örültem volna még, hogyha lenne valami olyasmi, amit le lehet így rakni, ilyen díszítés. Úgyhogy azt hiányolom, hogy igazából csak külső építési elemeket adtak hozzá. Most nem tudom, hogy terveznek olyan, akkor másik középkori dolgot is játékhoz adni, vagy ezt ott másikkal berendezni, meg rendezni azzal, ami van. Mondjuk ezt jól lenne tudni, de hát nem biztos, hogy kiderül. Igen, amúgy az inkább így belső elválasztó ajtó. Mondjuk az egyetlen, aminek örültem volna, hogyha ezt az ajtót... Ez nem is ebben a kétben van ez az ajtó. Hol van ez az ajtó? Miért nem látom ezt az ajtót? Akkor a... De ez az az ajtó. Szóval annak örültem volna, hogy ezt az ajtót úgy is odaadják, hogy nincsen, nincs meg a boltív hozzá, mert lehet, hogy lettek volna olyan részek, ahol a boltív az túlzás. De attól függetlenül nagyon, nagyon klasszul néz ki. Itt bent meg hát tulajdonképpen úgy van berendezve, hogy ezek más kiegészítőből vannak. Meg a tűzhe is. Tehát itt tulajdonképpen az ablakok, a falak azok, amik ebből a kiegészítőből jöttek. Úgyhogy lényegében nagyon jól néz ki, meg nagyon klassz ez a középkori stílus, amit hozzáadtak, de azért azt érzem, hogy adhattak volna még bele dolgot. Oké, ez egy olcsó kit, meg stb. Tehát tényleg nem lehet bele mindent belerakni. De ugyanakkor tök jó lett volna, hogyha van berendezési tárgyat is adtak volna hozzá, mert azt egyáltalán nem adtak. Azért nekem ebből a szempontból van egy kis hiányom.
viszont amúgy még nagyon tetszik, és szívesen építenék vele egy várat, hogyha ti is szeretnétek esetleg megnézni egy videót, mindenképp írjátok meg kommentben, és akkor vagy egy live formájában, vagy hát meglátjuk. Azért örülnék jobban, hogyha live lenne, mert akkor tudnátok a tippeket adni, hogy hogyan csináljam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsétek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!